Hatalmas volt az izgalom országszerte a felsőoktatásba felvételizők körében, de végül július 26-án este kiderültek a ponthatárok, melyen rengeteg diák jövője pecsételődött meg. A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári karára jelenleg 240 hallgatót várnak. Az alapszakokon jelentős, 67%-os növekedés volt, ahol a legnépszerűbb az élelmiszermérnöki képzés lett. Az alapképzés, ez a BSC képzés az, ami már diplomát ad, elég sokféle ilyen szakunk van. A legnépszerűbb az most az élelmiszermérnök képzésünk volt, illetve az állattenyésztőmérnök volt kiemelkedő az előző évekhez képest. A mesterszakjainkon ott pedig elsősorban a képzési formák közül a hagyományosan a levelező képzés volt a népszerűbb. Ugye ott már a fiatalok nagyon sokan inkább munka mellett szeretnének tanulni, hogy közben önállósodni is tudjanak, de szeretnék még a tanulmányokat is folytatni, úgyhogy így aztán a levelező képzés kerül előtérbe. A diákok nagyjából fele-fele arányban választják a levelező, illetve a nappali képzéseket, az életkor tekintve pedig szinte határtalan a tanulni vágyók száma, ugyanis az országban idén a legidősebb jelentkező 75 éves, aki germanisztikát szeretne hallgatni, a második legidősebb pedig egy 74 éves pályázó, aki tolmácsnak készül. És most a felvetteknél olyan közel 50-50% a nappali és a levelező képzés. Nyilvánvalóan alapszakon azért inkább a nappali képzés részesítik a fiatalok elénybe, és ahogy mondtam, a mesterképzéseken kerül inkább a levelező előtérbe, de vannak ugye a szakirányú továbbképzéseink is, na ott aztán nagyon tág lehet a hallgatóknak az életkora, hiszen tulajdonképpen szinte bárki jöhet ezekre, akiket az új témák érdekelnek a képzéseinkből. Az intézményben idén több változás történt, ugyanis új megbízott dékánt neveztek ki, valamint a régi tangazdaság, mai nevén Smart Farm, új értelmet nyert a külsősök számára is. A vezetésben van némi változás, hiszen augusztus 1-től új megbízott dékánunk van dr. Tóth Tamás személyében. Ami még jelentősebb változás, hogy ugye a tavasz folyamán átadásra került a Smart Farm a Pozsonyi úton, ugye a régen tangazdaság névre hallgatott, ami kiváló helyszínt biztosít arra, hogy az agráriumnak a digitalizált technológiáit bemutassuk, és nem csak az egyetemisták, hanem akár a fiatalabb korosztály is egy kicsit megismerkedjen azzal, amivel mi foglalkozunk, így a nyár folyamán erre már számos példa volt, hogy általános iskolások és középiskolások is jöttek, hogy egy kicsit közelebbről megnézzék mindezt. A felvételi időszak még nem ért teljesen a végéhez, ugyanis a pótfelvételivel bekerülő hallgatók még vasárnapig beadhatják jelentkezésüket a kiválasztott képzésekre.